Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban megnézzük, mit jelent munkásnak és munkáltatónak a januártól életbe lépő új minimálbér. Utána jártunk, miért jó a cégeknek a szakmunkások oktatása, és milyen változásokat várnak az új szakképzési törvénytől, illetve megtudhatják, hogyan próbálja pénzügyi tudatosságra nevelni a fiatal generációt a magyar államkincstár. Tartsanak velünk! A nettó minimálbér 8, a szakmunkás bérminimum pedig 10.000 forinttal nőtt január 1-től. A munkavállalói érdekképviselet szerint ennél magasabb emelésre lett volna szükség, a Kereskedelmi és Iparkamara Tolna megyei elnöke viszont azt mondja, a munkáltatói terhek, mint az adók és a járulékok miatt a kis cégek már ezt is nehezen tudják kigazdálkodni. 161.000 forint bruttóban, ennyit keresett január 1 óta az, aki minimálbérért dolgozik. Ez 8%-os emelés a tavalyi 149.000 forinthoz képest. Nettóban ez havonta 107.000 forintot jelent. A szakmunkás minimálbér is 8%-kal emelkedett. Annak mostantól 210.600 forint a bruttója, vagyis készhez 140.000 forintot kapnak az ennyiért dolgozók Magyarországon. Mutatjuk táblázatban is, hogy nettóban számolva mennyivel nőttek a legalacsonyabb keresetek. A minimálbér így nagyjából 8, míg a szakmunkás minimálbér nagyjából 10.000 forinttal több, mint 2019-ben. Hogyha valaki például minimálbérre van bejelentve, azaz 160.000 forintot keres, akkor 50.935 forinttal levonásra kerülő adó és járulék, és így 107.065 forintot kap készhez. A garantált bérminimumot keresők esetében pedig az összes levonás 70.551 forint, a nettó bér pedig 140.049 forint. Ezek ugye alapesetek, mert ezeknél a számításoknál nem volt figyelembe véve adóalap, illetve adókedvezmény, ugyanis vannak ugye olyan adózók, akik adóalap vagy adókedvezményeket vehetnek igénybe, és ezeknek az érvényesítése esetén ezekkel a nettó bér összege nőhet. A bruttó és a nettó bérek közötti különbséget a következő adónemek adják. A 15%-os személyi jövedelemadó, a 10%-os nyugdíjjárulék, a 7%-os egészségbiztosítási járulék és a 1,5%-os munkaerőpiaci járulék. Ezeken felül a munkáltatóknak viszont még további közterhet is meg kell fizetniük az állam felé, mondja a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna megyei szóvivője. A bruttó munkabérek után 17,5% szociális hozzájárulási adót és 1,5% szakképzési hozzájárulást kell fizetniük. Vagyis a minimálbér esetén a bruttó béren felül még 30.500, míg a garantált bérminimum vagy más néven szakmunkás minimálbér esetén még 40.000 forintot kell a vállalkozásoknak befizetniük az államkasszába, vagyis egy minimálbéres munkavállaló havi foglalkoztatása 191, míg egy szakmunkás minimálbéres munkavállalói 256.000 forintba kerül havonta egy cégnek. Fontos megemlíteni, hogy július 1-től majd egy új egységes társadalombiztosítási járulék lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy az eddigiek helyett egyetlen járulékot kell majd a munkavállalók után fizetni. Ennek a mértéke 18,5% lesz, de ez tulajdonképpen megegyezik a jelenleg hatályos járulékok összegével. A nagy cégek könnyen kigazdálkodják még járulékokkal együtt is a megemelt összegeket. A mikro és kisvállalkozásoknak viszont még úgy is komoly terhet jelent majd, hogy a szakszervezetek 10%-os béremelést akartak kihatni. Harcolni, mondja a Kereskedelmi és Iparkamara Tolna megyei elnöke. A kisvállalkozóknak és ezen belül a mikrovállalkozóknak már tavaly is gondot okozott a minimálbér kigazdálkodása, és várható, ami most egy 8%-os emelés után további nehézségeket okoz. Ez látható is, hogy a legkisebb egységek hát nehezen tudnak boldogulni ezzel a bérteherrel. A kamara elnöke szerint nem kizárt, hogy a munkavállalói érdekképviseletek elégedetlenségének lesz foganatja évközben. Fischer Sándor szerint nem kizárt, hogy a két évre szóló, jogszabályban rögzített bérmegállapodástól eltérve magasabb emeléseket tartalmazó ágazati megállapodások születnek majd. Fontos, hogy növekedjenek a bérek, hiszen ez tartja meg a munkavállalókat egy adott helyen. Ha ez nincsen, gyakorlatilag sokkal nagyobb lenne a fluktuáció. Magyarországon egyébként már nem csak Nyugat-Európához képest marad el jócskán a minimálbér összege. Lengyelországban például január óta már 198.000 forintnyi zlotyi a minimálbér összege, Szlovákiában nagyjából 191.000, Romániában pedig 156.000 forintot vihetnek haza a minimálbérért dolgozók.
A gyakorlati idő bővítését és a piac igényeinek még nagyobb figyelembevételét várják Tolna megyében a szakmunkás oktatással foglalkozó cégek az új szakképzési rendszertől. A törvény január 1-én hatályba lépett, de a változások majd csak a szeptemberben induló új tanévben lesznek érezhetők. Van, aki már valódi munkadarabon. Itt azt látjuk, amit ő lát. Tehát, hogyha a pajzsal úgy helyezkedik más szögbe, akkor egyből mi azt látjuk. És van, aki még csak szimulátoron gyakorolja a hegesztést a Váradi Metál Kft. Dunaföldvári üzemében. A cég már 1999 óta foglalkozik a szakmunkás tanulók gyakorlati képzésével, így az sem véletlen, hogy a mai szakdolgozói állomány 70%-a valamikor itt tanulta meg a lakatos vagy a hegesztő szakma alapjait. A Váradi Metál Kft. 1994-ben kezdett az akkor idehaza még szinte ismeretlennek számító CNC lemez megmunkálással foglalkozni. A kezdeti nehéz időszak után mára jelentős bővítés látszik az egykori dunaföldvári szikvízüzem helyén. Nemrég készült el az új raktárcsarnok, és a következő épület helye is körvonalazódik már az időközben kibővített területen. A Duna túloldalán, Géderlakon pedig 13 hektáron szintén jelentős gyártóbázissal rendelkezik a cég. Összességében ugye az volt a feladat, miután ez iparilag az országnak egy kicsit a szegény negyede, hogy komplett gyártás technológiát kellett kialakítani, hogy azok a vevők, akik megkerestek bennünket, vagy akiket én megkerestem, mert inkább azt hiszem, hogy ez volt a jellemző, tehát ki tudjuk elégíteni a komplett gyártás igényt, tehát a teljes szortimentet. Na most ez ugye igen nagy beruházásokkal jár, egyrészt épület, de különösen gépet illetően. Az első időszakban kimondottan használt gépeket tudtam beszerezni, később pályázatok és egyéb leasing konstrukciók segítségével elindultunk az új gépek beszerzése irányába. Tehát ugye legutóbbi beszerzésünk a tavalyi év decemberében üzembe állított lézergép, ami egy 8 kW-os fiber, 2x4 méteres asztalla, lemezkiszolgáló egysége. Na de hát egy ilyen gépnek a beruházása az meghaladja 200 millió forintot. Tehát ennek a értéknek a kitermelése a beszállítói gyártmányokból bizony nem túl egyszerű, de hogyha nincsen technológiai megújulás, nincsen haladás, akkor rövidíten belül teljes leépülést hoz magával. Simon Adrián a hegesztő szakmát választotta. Az előszállási fiú 8 hónapja van a Váradi Metálnál, oktatói szerint nagyon ügyes, legutolsó vizsgája is 5-ösre sikerült. Egészen jól érzem magam itten. Sokat hegesztünk is, kinti munkát is csinálunk. Én teljesen meg vagyok elégedve. Szeretem ezt a szakmát nagyon. Hát a később évben tervezek egy minősítést. Ehhez pedig az alapokat a legmodernebb gépeken tudja elsajátítani gyakorlati helyén. Ha meg tudom adni az anyagvastagságot, akkor fölkínálni, hogy hány fokos szögbe kell előgyökölnöm, és a legvégén elfogadhatom vele, akkor fölkínálni azt is, hogy milyen áramerősséggel, hány sorból. Itt már Szabó László Máté hegesztő oktató mutatja, hogy milyen modern gépeket alkalmaznak a szakmunkások tanítására. Jelenleg 4 osztályban 30 diákkal foglalkoznak, nagyon komolyan veszik az utánpótlás képzést, már csak azért is, mert az innen kikerülő késztermékek szinte kizárólag a nyugat-európai piacokra kerülnek, így a minőségi hibák megengedhetetlenek. Mind az 5 elhegesztési eljárással tudunk bemutatást végezni, mind az 5 eljáráson tudnak tanulni. Nagyon fontos, hogy a legmodernebb gépeink vannak, tehát a mai iparban használt legmodernebb gépek. AVI eljárással, fogyóelektródával, ott különböző anyagminőség, alumínium, saválló, szénacél, a lánghegesztés, bevont elektródás, kézvízhegesztés, tehát az összes használatos eljárás. Minden esetben szimulátorozással kezdjük. A szimulátorozásnál nem lehet megtanulni magát a hegesztést, de nagyon jó az alapokra. Tehát nagyon jó reflexet lehet kialakítani, és annak függvénye, hogy ki hogy fejlődik a szimulátoron, annak függvényébe kerül ki utána a gépre. Hát aki szakmát akar tanulni, és meg akarja tanulni az adott szakmát, az megtanulja, meg is fogja,
sőt, amikor elvégzi, egy pár éven belül már magas szinten fogja tudni művelni. Jónás Árpád, a Váradi Metál Kft. Gyakorlati oktatója azt mondja, a diákok nagy részét küldő szekszárdi szakképzési centrummal évek óta jó a kapcsolat, kölcsönösen segítik egymást. A centrum és a vállalatnak a kapcsolat az nagyon jó, tehát azt mondhatom. Minden évben egy közös találkozót megrendezünk, a kancellárunk is nemrég tett látogatást nálunk, és ott átbeszéltük az általános problémákat, és arra próbáltunk megoldásokat. Az általánosságban az, hogy kevés a gyakorlati idő, hogy hogyan tudnánk ezt jobban kibővíteni, főleg az első osztályba, akik bekerülnek a szakképzésbe, hogy azoknak több óraszámba tudnánk a gyakorlati képzést adni. Ez ugye folyamatos kidolgozás alatt van. 2020. szeptember 1-től várjuk a megoldást, ugye a duális képzést Áne blokk be akarjuk vezetni ugye Magyarországon, és be fogják vezetni, és ennek lesz egy úgynevezett ilyen próbaköre az első 2020-2021-es tanévben, és ettől várjuk a megoldás, hogy mi fog történni. A Váradi Metál Kft-nél saját feladatukon túl a diákok olyan profi gépeket is láthatnak munka közben, mint például ez az új, több mint 200 millió forintba kerülő lézergép, de gyakorlati idejük alatt megismerkednek egy üzem szinte összes munkamozzanatával. A nyersanyag beérkezik, a nyersanyagban egy komplett készterméket gyártunk, amiben ugye a lakatos munka, hegesztő munka, forgásolás, élhajlítás, csőmegmunkálás, tehát Áne blokk a készterméket látja. A végzősök pedig már a termelésben is részt vehetnek. Az ügyesebb diákok bonyolultabb munkákat meg tudnak csinálni, ugye a gyengébb képességek meg gyengébb munkákat próbálunk adni. Azért, hogy próbálják értékelni a munkának a becsületét, és hogy tudatában legyenek azzal, hogy azzal, amit ők megcsinálnak, tehát értéket állítanak majd elő. Ha pedig jól csinálja, akár azonnal munka is várhatja a végzett diákot. A végzett fiúknak az alkalmazása, tehát az egyrészt cég függő, hogy éppen abban az időszakban, amikor egy-egy osztály vagy osztályok kikerülnek, milyen lehetőségeink vannak nekünk is a továbbfoglalkoztatásra, illetve egy elég kemény versenyhelyzet van. Tehát a versenyhelyzet az ugye abból áll össze, hogy szinte minden tanulónak van már valami rokona, vagy valaki rokona, aki kint dolgozik Ausztriába, vagy Németországba, vagy valamelyik környező országba. Tehát ez ugye egy azonnali versenyt jelenthet, illetve környező cégek egy jelentős része, aki tulajdonképpen képzésen nem foglalkozik, de a kész munkaerőre szüksége van. Tehát ezek jelentenek nekünk elsősorban problémát. Emiatt is vagyunk úgy, hogy minden tanulót próbálunk fogadni, beiskolázni a gyakorlati oktatásunk során, mert nyilvánvaló több emberből, magasabb létszámból több embert tudunk esetlegesen visszatartani. Tehát a jelenlegi létszámot, hogyha figyeljük, ez valahol 60-70% között van dolgozói létszámunk között azoknak az embereknek a létszáma, akik valamikor nálunk végeztek szakmunkásként. Vagy azonnal maradtak, de egy jelentős része az egy idő után jött vissza hozzánk. Ha ugrunk jó pár kilométert Tolna megyén belül, a helyzet szinte mit sem változik. A Szekszárdon működő Jakó Fémárugyár Kft-nél is fontosnak tartják a szakmunkás tanulók képzését, és a legjobbakra itt is számítanak az iskola elvégzése után. Maximálisan megéri. A Jakó Kft-nél 2005 óta folyik oktatás, Tóth István 2008 óta foglalkozik a diákokkal. Először osztott munkaidőben, 2014 óta viszont főállásban már csak ezt teszi ki minden idejét. Már akkor 2005-ben látta a cégvezetés, hogy csak úgy fogunk tudni jó szakember gárdát a céghez vonzani vagy megtartani, hogyha mi is neveljük ki őket saját magunknak, a sajátosságainkat, megpróbáljuk nekik megmutatni, megtanítani, illetve a szakmának az alapjait. Mi ebben láttuk akkor is a jövőt, a jelent a jövőt, és most is csak ebben látjuk, és ezért szeretnénk továbbra is a teljes messzélességgel az oktatást támogatni. A Jakó Kft. Főképpen autóalkatrészek gyártásával foglalkozik, ezen kívül műanyagáruk fröccsöntése, kisebb alkatrészek utángyártása is a profilukba illik, valamint meghatározó a villanymotorok gyártása is. Ehhez képest több oktatási szint is folyik a cégnél. Az alap nappali képzésben gépi forgácsolatanulókat tudunk
fogadni az ADI szakmunkásiskolából. Ezen kívül vannak ugyanúgy az ADI-ból technikusaink, ezen kívül vannak még egyetemista hallgatóink, akik duális képzésben tanulnak, gépgyártás gépészmérnökök lesznek, és még ezen kívül időszakosként előfordul, hogy felnőtt képzésben is tudunk kapcsolatot létesíteni különböző oktatócégekkel. Ott jártunkkor éppen két diák gyakorolta a forgácsolást. Gépi forgácsolónak tanulok, és hát azért ezt választottam, mivel szerintem ez egy nagyon jó szakma. Tehát, hogy a fémekkel való dolgozás, foglalkozás, ez nagyon sok hasznot, és ugye, hát a jövője is van, meg hogy szó szerint bármivel dolgozunk, tehát nem szó szerint csak fémmel, de dolgozhatunk műanyaggal is, akár műfával, vagy rendes fával. Ugye a szüleim ezért kicsit segítettek ebben a dologban, mert eredetileg én asztalos lettem volna, csak hát egyből lebeszéltek róla, hogy ez nem annyira jó szakma, inkább menjek a gépi forgácsolónak, és hát ugye a testvérem is ennek tanult, és így már volt ilyen információm róla, hogy ez milyennek, vagy mennyire nehéz. János később puskaműves szeretne lenni, tehát jó eséllyel a szakmájában marad, és Richard is a fémekkel képzeli el a jövőjét. Épülni fog a Paks 2, ugye oda is nagyon sok ilyen szakember kell majd, akkor, de hogyha ez nem, akkor nagy eséllyel külföldre szeretnék, mert külföldön viszont még jobban megfizetik ezt a szakmát. Mindkét fiú a Szekszárdi Szakképzési Centrumban tanul, az iskola és a cég kapcsolata már régóta kiváló. Nagyon sokat segítünk egymásnak, én úgy gondolom. Amikor nekik van valami kérdésük, akkor vagy személyesen, vagy írásban szoktak kérdezni. Igyekszünk erre válaszolni. A szakképzéssel kapcsolatban szintén előfordulnak, megkérdeznek minket, illetve mi is szoktunk javaslatokat tenni. Január 1-jével ugye életbe lépett az új szakképzési törvény. A január, szeptember 1-től fog majd ez a gyakorlatban majd megvalósulni. Puding próbálja az evés. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni. Azt látjuk, hogy a kormányzat és a szakképzési centrumok nagyon nagy törekvéseket tettek az irányba, hogy alkalmazkodjanak az aktuális ipari követelményekhez. És ez mi úgy látjuk, hogy egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Az lenne a legfontosabb, hogy a tanulók, akik kikerülnek hozzánk gyakorlatra is, már inkább egy napra kész elméleti tudással érkezzenek, mi pedig hozzá próbáljuk tenni majd azt a gyakorlati tudást, amit tudunk. Ami fontos, hogy ez sokkal napra készebb, sokkal aktuálisabb oktatást fog mindenképpen eredményezni, és az szakképzési törvény ebbe az irányba mozdult el, ami nekünk is nagyon fontos volt. Ezt egyértelműen a piaci szereplők hatása is érezhető ebben az új törvényben. A Jakó Kft-nél és a korábban bemutatott Váradi Metál Kft-nél is egyértelműen azt mondják, hogy aki meg akarja tanulni ezt a szakmát, annak megvan rá a lehetősége, hogy kiváló szakember legyen. Az úgynevezett vasas szakmákban pedig a fizetések is jók, az új szakképzési törvény által generált változásokat pedig mindkét cégnél bizakodva várják. A Magyar Államkincstár középiskolásoknak szervezett vetélkedő sorozatot a szekszárdi nyitórendezvényen Borbély László András pénzforgalmi elnök helyettes arról beszélt, a felnövekvő generációk számára elengedhetetlen tudás átadása és a szolgáltatások megismertetése a kincstár célja. Az állampapír lejárat után tovább kamatozik. Ilyen kérdésekre kellett többek között választaniuk a Magyar Államkincstár vetélkedőire érkezett csapatok tagjainak. A pénzügyminisztérium által meghirdetett pénzügyi tudatosságot fejlesztő stratégiához kapcsolódóan hirdette meg a játék kincstár elnevezésű vetélkedőt a pénzintézet. Két dolgot szeretnénk elérni az ilyen vetélkedőkkel. Egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet a pénzügyi fogalmakra, hogy azok milyen fontosak és jó lenne, hogyha abban elboldogulnának a fiatalok. A másik pedig, hogy megismerjék a Magyar Államkincstárt, hogy milyen széleskörű szolgáltatásokat nyújt, és ezen belül kiemelten az állampapírforgalmazást. A jövő gazdálkodását meghatározó generáció ma sok esetben ismeretlenül mozog a mindennapi pénzügyek világában is. Ez a vetélkedő ennek a helyzetnek a megszüntetését is célozza, mondja Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, a verseny fővédnöke. Általában fontos, hogy a gyerekeink, a fiataljaink megismerjék a pénzzel való bánásmódot.
Én az mindennapjaimban és az életemben azt látom, hogy nem igazán tudunk, nem igazán ismerjük a technikákat, hogy hogyan lehet a pénzre vigyázni, hogyan lehet a pénzt kamatoztatni, és hogyan lehet minél több forráshoz jutni ahhoz, hogy az ember a saját életét végig tudja kormányozni. Ehhez ismeretekre van szükség. Azért hangsúlyos a dolog, mert ugye a fiataloknál kezdődik a dolog. Tehát otthon tanul meg az ember mindent. Ha otthon nem tud megtanulni, mert mondjuk a szülei még nem abban a világban nőttek fel, hogy ismerjék a pénzzel kapcsolatos műveleteket, akkor valakinek segítenie kell ezt számukra biztosítani. Ehhez legjobb, hogyha felkérjük a szakembereket, és ők elmondják nekik, vetélkednek egyet, és az már biztos, hogy megragad bennük. Egy-egy ilyen vetélkedés arra is jó, hogy az iskolában el nem sajátítható tudást a jövő szakemberei megtanulhassák. Nincsenek benne ezekben a mindennapi pénzügyi dolgokban, de viszont elméletben úgy gondolom, hogy ha most el tudják sajátítani azt, ami kell, akkor ezt a későbbiekben nagyon jól fogják tudni hasznosítani. A gyerekek, mivel tanulnak a szakgimnáziumban szakmai tantárgyakat, pénzügy, adózás, statisztika, ezért próbáljuk őket rávezetni a mindennapi pénzügyi fontosságra. De ezeknek a versenyeknek nagyon nagy előnye az, hogy olyan dolgokat találkoznak, amit az iskolában nincs lehetőség megtanítani nekik. Jelenleg, ahol vagyunk a Magyar Állam Kincstár vetélkedőjén, egy nagyon jó applikációt töltöttek le a mobiltelefonjukra, ahol nagyon-nagyon sok tesztet tudtak elvégezni, és ezáltal olyan dolgokra, hasznos dolgokra tettek szert, amit a mindennapi életben alkalmazni tudnak. Annak ellenére, hogy 6000 fős ügyfélforgalmat bonyolított a Tolna megyei államkincstár, és Tolna megyében közel 12 milliárd forint a lekötött állomány, a gyerekek jelentős része számára ismeretlenek a szolgáltatások. Itt van egy új kormányzati program, hogy a középiskolákból a készpénz használatot szeretné kiszűrni a kormány. Jó lenne, hogyha ebbe az irányba elindulnák. Ebből a szempontból valószínűleg ez a generáció sokkal jobban működik, mint a miénk, vagy a későbbiek is, mert hogy ő nekik már ez az új rendszer lesz, egyrészt a kártya, a telefonos fizetés, meg az azonnali fizetési rendszer, nyilván ez nekik sokkal könnyebben jön, mint nekünk, akik valamikor még csak készpénzben kaptuk a fizetést például. A befektetés ebből a szempontból távoli, de ugyanakkor közeli is, mert a másik cél, amit szeretnénk népszerűsíteni, hogy a Magyar Államkincstárnál lehet babakötvényt venni. Ezt ugyan a szülők tudják elsősorban megtenni, de hogyha valaki diák hozzákeres pénzt és ide akarja befizetni, természetesen azt is megteti. A babakötvény az az értékpapír, ami lényegében minden magyar 18 év alatti gyermek számára hozzáférhető. Az idősebbeknek nem, tehát ez kifejezetten nekik szól. Az a lényeg, hogy a befizetett pénz csak az övék lehet, és ebből fakadóan akkor juthatnak csak hozzá, amikor 18 évesek lesznek. Akkor viszont szabadon arra költik a megtakarítást, amire csak akarják. A Magyar Államkincstár pénzügyi vetélkedőjét a szekszárdi Garai János gimnázium csapata nyerte. Január 1-től folyamatosan igényelhetnek támogatást azok az álláskeresők, akik vállalkozóvá akarnak válni, és minden előzetes elvárásnak megfelelnek. A nyertes pályázók fél éven át havonta a kötelező legkisebb munkabér összegét kapják meg vissza nem térítendő támogatásként, így 966 ezer forintot is kaphat egy nyertes pályázó a pályázati időszakban. Azok az álláskeresők, akik vállalkozást szeretnének indítani, egyszerre akár két támogatást is igényelhetnek, közel 3,5 millió forint összértékben. Az egyik ilyen pályázat a 6 havi bértámogatás, ami már igényelhető, ha a pályázó minden előzetes követelménynek megfelel. A nemrég megemelt minimálbér bruttó összegével számolva így 966 ezer forintot kap egy győztes pályázó fél év alatt. Ennek az egyik feltétele, hogy az álláskereső már egy hónapja regisztrálva legyen a munkaügyi központnál, mondja Németi Ágnes főosztályvezető. Hogyha az álláskereső egy hónapja már regisztrációban van valamelyik foglalkoztatási osztályunkon, akkor 6 havi vállalkozóvá váláshoz juttatás támogatásban tudjuk részesíteni. Ez kettő projektunkban, uniós projektünkben is működik, az egyik a GINOP 511-es projekt, ami a 25 év felettiek támogatását biztosítja, a másik pedig a GINOP 52, ami az ifjúsági garancia projekt, ez kifejezetten a 25 év alatt
alatti fiatalok vállalkozóvá válását támogatja a minimálbér, a mindenkori minimálbér összegével. Nagyon fontos az, hogy a regisztráció már egy hónapja meglegyen, abban az esetben, hogyha a hátrányos helyzetű célcsoportba tartozik, hogyha nem tudjuk egyik hátrányos helyzetűbe besorolni, akkor 3 hónapos regisztrációhoz kötjük a programra való jelentkezést. Ez folyamatosan él nálunk, tehát minden egészen január 1-től december 31-ig, amíg a foglalkoztatási osztályok nyitva vannak, az álláskeresők menjenek be a területileg illetékes foglalkoztatási osztályra. Ez azt jelenti, hogy a lakhelyük szerint illetékes foglalkoztatási osztályt keressék meg. Tehát a nyertes pályázók 6 hónapig havonta a kötelező legkisebb munkabér összegét kapják meg, visszanemtérítendő támogatásként. A másik pályázati lehetőséget pedig várhatóan március végéig teszik közzé a Tolna megyei kormányhivatal weboldalán. Ez a tavalyi kiírásnak megfelelően egy tőkejuttatásos támogatás lesz. A tavalyi évben márciustól szeptemberig volt lehetősége az álláskeresőknek, hogy erre a pályázatra jelentkezzenek. Ennél a támogatásnál is alapfeltétel az egyhavi regisztráltság, tehát csak azokat tudtuk a pályázatban fogadni, akik már egy hónapja regisztráltak voltak. Ennél a pályázatnál is üzleti terv készítése feltétel, illetve az üzleti terv mellett rendelkeznie kell a pályázónak 20% önerővel. Emellett a pályázat biztosítékaként anyagi fedezetet is kérünk, ami azt jelenti, hogy a 2,5 millió forint, ami egy pályázónál a maximális összeg volt, annak a 150%-át kérjük ingatlan fedezetbe, vagy pedig ha ezt nem tudja nyújtani a pályázó, akkor 120%-ban bankgaranciát is el tudunk fogadni. A felsorolt követelményeket teljesítő jelentkező akár 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphat. Ezt az összeget a nyertes pályázó például a vállalkozás beindításához szükséges telek megvásárlására, korszerűsítésre vagy akár tárgyi eszközök beszerzésére is költheti. Mindenképpen a célunk az, hogy be tudják indítani a vállalkozásukat. Ugye a tőkejuttatásos pályázattal vállalnia kell a pályázónak, hogy 3 éven keresztül fenn is tartja ezt a vállalkozást. Ez a feltétele annak, hogy ő a tőkejuttatásos támogatást megkaphatja. Tapasztalatunk az, hogy ezek a vállalkozások életbe maradnak. A gazdasági élet szinte minden területén támogattunk már vállalkozásokat. Szerencsére ügyesen elkészítik az üzleti tervet, jól számolnak, és így a pályázataink alapján a pénz jó helyre kerül. A tőkejuttatásos támogatásra a pályázatot valamikor március-április környékén fogjuk kiírni. A kiírást a Tolna megyei kormányhivatal oldalán meg tudják tekinteni, illetve az összes foglalkoztatási osztályunkon a kollégáink segítséget nyújtanak abban, hogy hogyan kell ezekre pályázni, és nyilván a foglalkoztatási osztályokon is a kollégák fogják említeni az álláskeresőknek, hogy lehetőség van a tőkejuttatásos pályázat megpályázására. A Tolna megyei kormányhivatal 2019-ben összesen 525 főt segített a 6 havi bértámogatással, valamint a tőkejuttatásos támogatás kifizetett összértéke közel 54 millió forint volt 2019-ben. Ezzel 23 kezdő vállalkozás elindítását segítette a kormányhivatal. Hozzám című gazdasági magazinunkat látták, tartsanak velünk jövő csütörtökön is, viszontlátásra!